Vörös riasztást hirdettek Szlovénia középső és keleti részén, ahol a csillapodni nem akaró heves esőzések miatt újra emelkedik a folyók vízszintje. Közben egyes településeken már a takarítás is zajlik. Bibliai léptékű apokalipszis volt, közúton megszűnt a kapcsolat a világgal, a Mariborba vezető út le van zárva, mondta Dravográd polgármestere, hozzátéve, hogy Szlovenygrádecben összeomlott a híd a főúton. Az alsó Száva völgyében egy teljes kempinget, körülbelül 2000 turistát evakuáltak a magas vízállás miatt. A szlovén kormányfő közölte, visszahívja vakációjukról a parlamenti képviselőket, hogy már a jövő héten elfogadhassák a természeti csapások következményeinek felszámolásáról szóló törvény módosítását. Ausztriában sem csitulnak a heves esőzések, Karintiát és Tájerországot áradások és földcsúszamlások sújtják. A 2000 lakosú Helmsúból csónakokkal és helikopterekkel menekítették az embereket, mert a falu utcái teljesen járhatatlanok voltak. Leibnizben egy idősek otthonából kellett evakuálni a lakókat. Németország déli részére közben váratlanul jégeső zúdult. A Baden-Württembergben található Reutlingenben utcákat és csatornákat öntött el a víz. A szélsőséges időjárás okozta vészhelyzetek és károk felszámolására 250 tűzoltót és katasztrófavédelmi szakembert helyeztek szolgálatba.